Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Ötvös Során Tudományegyetem 2020-as rendhagyó kutatók éjszakájának következő előadásán, melynek címe Ami a Némoságon túl van: A rejtett keresztények megemlékező szertartásai. Az előadás megkezdése előtt szeretnék röviden bemutatkozni. Patakítót Angelika vagyok, jelenleg harmadéves PhD-hallgató az LTBTK Japanológia doktori programjában. Kutatásomban vallás szociológiával, ezen belül pedig a mai japán keresztény gyülekezetekkel a keresztény misszió problémáival foglalkozom. Elsősorban a karizmatikus irányzatokat vizsgálva. Keresztény közösségben felnőve mindig is foglalkoztatott a vallás és az egyén ahhoz fűződő kapcsolata. Annak a bonyolult belső folyamatnak a megismerése, melynek során a hitetlen emberből hívő lesz. Ennek megfelelően a diszertációmban is olyan kérdésekre keresem a választ, hogy a számos hátráltató tényező ellenére milyen okból döntenek mégis a japán emberek a keresztény vallás követése mellett. Mi lenne az a megoldás, amivel sikerülne növelni a japán keresztény hívek egyre csökkenő számát? Illetve azt vizsgálom, mennyire van létjogosultsága az objektív tudományos szemléletnek a keresztény missziós tevékenységben. Fontos a japán kultúra és vallási világ tudományos szempontból való megközelítése, megismerése a hittérítéshez. Bár már jó ideje foglalkozom a japán kereszténységgel és a különböző megemlékező szertartásokkal, most én magam is kilépek a komfortzónámból azzal, hogy a kutatási területemtől kisé eltérve a japán vallási paletta egyik legegyedibb színfoltját mutatom be, egy nagyon érdekes és izgalmas temetési szertartáson keresztül. Ez az egyedi színfolt nem más, mint a kakürekirisiten, vagyis a rejtett kereszténység. Kezdjünk is akkor bele! A jelen dián látható a mai előadáson menete. Ez szerint először a japán kereszténység általános értelemben vett történetéről beszélek önöknek, majd szűkítve a témát áttérünk a rejtett kereszténység bemutatására. Ezután áttérünk a rejtett kereszténység kyokesi nevezetű temetési szertartására, itt beszélni fogok a kyokesi elnevezés jelentéséről, a szertartás létrejöttének okairól, valamint ismertetem majd annak menetét is. Végezetől pedig megnézzük, milyen a kapcsolata a temetési és megemlékező szertartásokkal a kereszténységnek Japánban. Ezen a dián Endó Süszekű vagy Süszekű Endó Némaság című regényének néhány borító változata látható. Elsőként következzen tehát a japán kereszténység rövid története. A kereszténység 1549-ben jelent meg először a Szigetországban, egy hajó érkezésével. Ezen Xavéri Szent Ferenc által vezetett jezsuita misszionáriusok tartózkodtak, így ez egy katolikus misszió volt. Kezdetben pozitív élményeik voltak missziós tevékenységükkel kapcsolatban, melyhez hozzájárult az is, hogy a japán kultúrával, valamint vallási világgal való ismerkedésük során számos hasonlóságot véltek felfedezni, például a katolicizmus és a japán buddhizmus között. Ilyen hasonlóság volt a szerzetesrend, a rózsafüzérhez hasonló buddhista szertartási elemek, valamint az egyházi viselet is. A keresztény hit terjedt, számos daimyo, vagyis japán földes úr tért meg, az akkori szokásoknak megfelelően pedig velük együtt minden alattvalójuk is, a 16. század végére már közel 300 ezer ember vált keresztényé Japánban. Ez egy idő után felkeltette a japán vezető hatalmi réteg figyelmét, akik elkezdték a kereszténységet egyfajta veszélyforrásnak látni, potenciális ellenfélnek saját hatalmuk megtartását illetően. Két okuk volt erre. Az első az, hogy azt feltételezték a megtért japánok, innentől kezdve a pápának fogadnak hűséget, így már nem ismerik el őket tekintéként. Továbbá ebben az időszakban nem voltak ritkák az olyan esetek sem, amikor a keresztény hitre térő földesurak a mindenféle ütközetben nagyon hasznos lőfegyvereket kaptak cserébe. Így tehát belekezdtek a kereszténységnek egy olyan, végletekig menő üldöztetésébe, melyel azt körülbelül két évszázadra látszólag sikeresen el is törölték a japán földről. Toyotomi Hideyosi volt az első, aki a keresztény vallás gyakorlását tiltó rendeleteket hozott. Nemcsak csak a jezsuiták hittérítői tevékenységét tiltotta meg, hanem a már korábban keresztény hitre tért japánokat is a vallás megtagadására kötelezte. Komoly szankciók vártak arra, akiről mégis kiderült ennek ellenkezője. A számizetés volt a büntetés legenyhébb formája. Az elfogadtak nagy részének azonban a halállal kellett szembenéznie. Sok keresztény hívő áttért tehát inkább a buddhizmusra, azonban voltak, akik a tiltás ellenére változatlanul gyakorolták vallásukat. Az ilyen törvénybe ütköző cselekedetek miatt elítéltek tömeges kivégzése gyakorivá vált ebben az időszakban. A második missziós hullám 19. század második felében történő megérkezéséig, eltelt közel két évszázadban, négyezren haltak mártírhalált Jézus Krisztusért. Az egyik leghíresebb ilyen kivégzés nagasaki történt 1597-ben. Ekkor 26 embert, köztük négy spanyolt, egy portugált, egy mexikóit, valamint 20 japánt, akik közül három fiatal fiú volt, feszítettek keresztre, és szúrtak át lángyzsákkal azért, mert nem tagadták meg keresztény mi voltukat. Ezeken a képeken a kivégzések ábrázolásai láthatók. Természetesen nem csak a kivégzések, a rendkívül kreatív, válogatott, kegyetlen kínzások is fontos szerepet játszottak abban, hogy minél jobban ösztönözzék az embereket a tiltó rendeletek betartására, a kereszténységtől való távolság megtartására. Például feszítettek embereket fejjel lefelé cegödör fölé, vagy a partokon a dagájra bízva őket, ami itt a képen is látható a háttérben, és számos más válogatott kegyetlen kivégzésre sor került, melyeket nem szeretnék a mai előadásomban részletezni. Akit esetleg bővebben érdekelne ez a téma, az utána tud olvasni például a már említett Némaság című regényben. Toyotomi Hidejosit a Tokugawa sógunok követték, akik, ha lehet ilyet mondani, még Hidejosinál is radikálisabb elveket vallottak. És a cél végül a teljes japán keresztény egyház felszámolása lett. Japánban ekkoriban a kereszténységtől való módszeres megszabadulás mellett egy olyan folyamat is végbe ment, melyel megkezdődött egy úgynevezett bezárkózási időszak. Az ennek eredményeképpen létrejött zárt országot pedig szekokunak nevezik japánul. Ezen időszak alatt nem léphetett a szigetország területére külföldi, ugyanakkor egyetlen japán sem hagyhatta el azt kapcsolatot kizárólag a hollandokkal tartottak fenn, kereskedelem céljából, egy Dejima nevű mesterséges szigetem. Természetesen ekkoriban ismét sokféle tiltórendeletet rendeletet hoztak meg, az ártország létrehozása érdekében is. Az aktuálisan hatalmon lévő sógun Tokugawa Iemitsu pedig a kereszténységet használta fel az ország elhagyását tiltó rendeleteinek legitimálására. Azt állította, azért van szükség ezen rendeletekre, hogy így rekeszthesse ki a kereszténységet Japánból. Ekkor két olyan rendszert alkottak meg, melyek a kereszténység további gyakorlását igyekeztek ellehetetleníteni. Az első a Dankasaido rendszere volt, amely minden japán embert kötelezett arra, hogy regisztrálja magát és családját a lakhelyhez legközelebb eső buddhista templomnál, melyek ekkoriban állami intézményekként is működtek. Természetesen ennek az volt a lényege, hogy aki elment és regisztrálta magát, a hivatalosan is buddhistává lett, tehát a buddhista vallás tagja, ezzel igazolva, hogy nem keresztény hívő. A másik rendszer a Goningumi, vagy magyarra fordítva ötök csoportja nevet viselte. A Go jelentette azt, hogy a csoport öt családot foglal magában. A csoport tagjainak figyelniük kellett egymást, hogy ne, senki ne szegjen szabályt, tehát ne legyen köztük keresztény, vagy bármilyen tiltott vallási szektába tartozó, mivel az ugyanazon tiltó besorolás alá esett, mint a kereszténység. Ha valakiről mégis megtudták, hogy keresztény, azt azonnal jelenteni kellett. Ellenkező esetben, amennyiben a szabályszegésre a hatóságok derítettek fényt, a teljes csoportra, tehát mind az öt családra komoly büntetés várt. Azonban hiába való volt a sógunak minden igyekezete, a kereszténység utat tört magának. Ugyanis hívek egy csoportja, jellemzően Nagasaki prefektúrában, sikeresen őrizte meg évszázadokon keresztül a hitet. A bezárkózás évszázadainak a Matthew C. Perry kapitány vezetésével érkező amerikaiak vetettek véget 1854-ben, amikor megjelentek a hajóikkal a japán kikötőinél, és kikényszerítették a kapuk megnyitását. Az ekkor induló második missziós hullám már protestáns színezetű volt. James Hamilton beleg, Samuel Robbins Brown, valamint William Smith Clark voltak többek között a korabeli misszió kiemelkedő személyei. Nem szabad azonban megfeledkezni Dr. James Curtis Hebronről sem, akinek nemcsak az egyik első angol-japán szótárt, de a japán nyelv egyik latinbetűs átírását is köszönhetjük, mely róla lett elnevezve Hebron átírásként, és amelyet a mai napig használunk a tudományos életben is. Hebern ezeken túl a négy bibliai evangélium, majd később a Teljes Új Szövetség Japánra fordításában is részt vett. A kapunytást követően megkezdődő modernizálódási törekvéseknek az új alkotmány létrehozása is része volt, melyet több a japánok által fejlettnek gondolt európai ország alkotmánya nyomán állítottak össze. Ebbe az új alkotmányba már belevették a vallásszabadság rendeletét is. Ezt megelőzőleg fokozatosan felszámolták azokat a hirdetőtáblákat is, melyeket a keresztény vallás gyakorlását tiltó rendeletek betartásának nyomatékosítására állítottak fel országszerte. Ezen az első vallásszabadsági rendeleten még érzékelhető volt, hogy nem engedélyezi teljesen a vallás szabad gyakorlását. Az állam továbbra is fenntartotta ennek bizonyos mértékű ellenőrzését. Ez csak a második világháborút követően a szintén amerikai megszálló hatalmak, vagy Supreme Command of Allied Powers közreműködésével megalkotott, jelenlegi alkotmány kihirdetésével változott meg, melynek 20. cikkeiben már a japán jogszerkezet részét képezi a szabad vallásgyakorlás is. Ezt azonban egészen a II. világháború lezárásáig megelőzte egy újabb nehéz időszak, amikor a kereszténység újfent meglehetősen háttérbe szorult és veszélyeztetett helyzetben volt a Japánban ekkor végbe menő ultranacionalizálódás, valamint militarizálódás következtében. Továbbá ezeket a kedvezőtlen folyamatokat segítette az egyfajta állami ideológiaként megjelenő kukkasintó is, mely minden vallásgyakorlást háttérbe szorított. A II. világháborút követően azonban Douglas MacArthur tábornok a megszálló hatalmak vezetőjeként ismételten protestáns misszionáriusokat hívott a Szigetországba, ezzel pedig kezdetét vette a harmadik missziós hullám. Napjainkban már minden jelentősebb keresztény felekezet képviselteti magát Japánban, azonban a hívek száma így sem haladja meg a lakosság 1,4-1,5 Ez a százalékos arány pedig folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, így félő, hogy néhány éven belül kiürülnek a gyülekezeti házak, és mindaz, amiért az első japán keresztények oly sokat szenvedtek, lassan elenyész. Ez lenne tehát a japán kereszténység története röviden. Az előbb megemlítettem hívek egy csoportját, akik a Nagasaki régióban, mely jelen esetünkben Nagasaki-t, mit, Szotomét, Hiradót, Ikicukit és a Goto szigeteket jelenti, sikeresen őrizték az üldöztetések viharában a hitet. Őket nevezik rejtőzködő vagy rejtett keresztényeknek, japánul kakürekirisitánnak. Egyrészt azért, mert az utolsó misszionárius, Máncsó Konisi, 1644-ben bekövetkezett mártír halála után különböző buddhista vallási és szertartási elemeket, valamint az ősök tiszteletének szokását használták fel, így védve például szent képeiket, feszületeiket és szűzmária szobraikat a képtaposástól, valamint a rombolástól. A következő dián is látható, hogy az álcázásnak megfelelően Szűz Máriát kanonként, a kegyelen buddhista istenőjeként szokták ábrázolni. Így Mária kanonnak is nevezik ezeket a szobrokat. A képen a két oldalt látható az a Mária kanon. Azonban szigorúan Szűz Máriát és nem kanont tisztelik bennük. A Mária kanon mellett olyan megoldások is voltak, amikkel magában az adott szoborban rejtettek el keresztény ikonokat, vagy átszázva ábrázolták azokat egy adott művészeti alkotáson belül. Hogy így tévesszék meg a hatalom embereit, akik a kereszténység gyakorlására utaló jeleket kerestek. A képtaposás neve japánul fumiye, ami nem csak a képtaposó cselekvést, hanem magukat a fakeretes keresztény képeket is jelölte. A képtaposás másik elnevezése az az ebümi. A képtaposást a keresztény hívekkel hajtatták végre, hitük megtagadását bizonyítandó. További érdekesség, hogy vannak olyan feltevések is, melyek szerint nem biztos, hogy elfedni akarták a kereszténységet ezekkel a buddhista elmekkel, hanem az is elképzelhető, hogy éppen így szerették volna azokat a maguk módján kifejezésre juttatni. Na de térjünk vissza ahhoz, miért is nevezték ezeket a híveket rejtőzködőknek. A buddhista elemek használata mellett azért is, mert nem csak a szent tárgyakat, így valódi vallásukat rejtették el, hanem ők maguk is elrejtőztek. Sokszor katakombákban éltek, hogy a hatóságok ne találhassanak rájuk. Az angolban ezért underground churchként is utalnak rájuk. Még ezen fondorlatos álcázási kísérleteik ellenére is előfordult néhány rajtaütés, amikor sikeresen el tudtak fogni közülük néhányat, teljesen felszámolni azonban nem tudták őket sőt, egészen a 19. század második feléig, a második missziós hullám megérkezéséig fenn tudtak maradni. Ekkor abba hagyták addigi életmódjukat, és előjöttek a rejtőzködésből. Voltak, akik visszatértek az idézőjelben normális katolicizmushoz, voltak, akik áttértek a buddhizmusra vagy sintoizmusra, és voltak, akik nem adták fel az évszázadok során a buddhizmus elemeivel keveredett sajátos vallási világukat. Az idézőjeles előjövetel óta eltelt közel 200 évben folyamatosan csökkent a létszámuk, az urbanizáció következtében elvándorló fiatalabb korosztályok távozásával pedig a hívek között ma már szinte csak idősek vannak. Főként Ikicuki, Szotome, valamint a Gotó szigetek kisebb területeim. Félő, hogy néhány éven belül teljesen el is tűnik a japán vallási palettáról mindaz, amiért az első rejtett keresztények oly kitartóan küzdöttek az üldöztetések idején. Ezen a dián egyébként egy a már említett Szobor látható, amelynek a hátuljára péstek egy keresztény, valási jelképet a keresztet. Történelmi szempontból négy kategóriába szokták osztani a Káküre Kirisiten híveket. Az első a Kirisiten, vagyis katolikus keresztény 1549-től 1644-ig, tehát a kereszténység Japánba érkezésétől az utolsó misszionárius Mártél haláláig. A második a rejtőző Kirisiten, rejtőző keresztény. 1644-től 1873-ig, amikor a japán embereket kötelezték arra, hogy beregisztrálják magukat és családjukat egy buddhista templomba. A harmadik az újjáélet vagy újjá alakult kirisitem, 1873 után, amikor sok rejtőző keresztény áttért a katolikus hitre, vagy a buddhizmusra, sintoizmusra, az utolsó pedig a Kaküre Kirishiten, szintén 1873 után, ők azok, akik megtartották a hitüket, mint rejtőzködő keresztények. Napjainkban két típusa van ezeknek a Kekőre csoportoknak, akik megtartották a buddhizmussal szinkretizálódott hitet. A tibizálás az alapján működik, ami az adott csoport vallási életének középpontjában áll. Az első típus közösségei az Ikicuki Hirado térségben találhatók. Vallási életük középpontjában a Nandogaminak, magyarul éléskamra istenének, isteneinek nevezett szentágyak megőrzése és használata áll. A második típus közösségei a Szotome Gotó térségben élnek. Az ő valási életükben a motó vagy fürücsónak nevezett gyülekezeti kalendárium játszik központi szerepet. Miután most szereztünk néhány alapvető ismeretet, nemcsak a japán kereszténység, de a rejtett keresztények történetével kapcsolatban is, áttérünk a következő pontunkra, mely elvezet bennünket a kökesi szertartással való megismerkedésig. Ahogyan arról korábban is beszéltünk, a keresztény üldözések korában minden japán ember rá volt kényszerülve, hogy hivatalosan is igazolja nem keresztény voltát. Ez nem csak a buddhista templomban való regisztrálást jelentette, hanem azt is, hogy ha valami olyan esemény történik az életükben, ami megköveteli bizonyos szertartások végrehajtását, akkor azokat a vezető hatalmi réteg által jóváhagyott módon végzik el, mert jelen esetben a buddhista szertartásokat jelentette a keresztények helyett. Bár voltak, akik kibújtak ezen kötelesség alól, a rejtett keresztények nem ezt az utat választották. Ők olyan módszert fejlesztettek ki maguknak, amelyben nem csak a kecske, akik jól, de a káposzta is megmarad. Az alapvető probléma tehát a következő. Ha történik egy haláleset, bizonyítandó, hogy nem keresztények, az elhunytnak buddhista temetési szertartást kellett tartani. Ezzel azonban az volt a probléma, hogyha valakit buddhista szertartás szerint temetnek el, az nem kerül a keresztény mennyországba. Így szükség volt egy olyan megoldásra, amivel úgymond át lehet hidalni a két vallás mennyországa közötti távolságot. Ezért született meg a kyokesi szertartás. A kyokesi szó jelentéséről. A kyokesi ez egy szó összetétel, mely két szóból áll, a kió a buddhista tanításokra és szertartásra utal, a kesi pedig eltörlést, hatástalanítást jelent. Tehát ez a szertartás arra szolgált, hogy semlegesítse az elvégzett buddhista temetési szertartást, megadva ezzel a lehetőséget az elhunyt lelkének arra, hogy a keresztény mennybe jusson. Bár számos területi variánsa létezik a kyokesi szertartásnak, az egyes elemek kivitelezésének sorrendje azonos. Mindazt, ami fontos lehet ezt illetően számunkra, igyekeztem összeszedni az itt látható dián. Első lépésben a rejtőző keresztény, úgymond jó buddhistaként felkeresi a buddhista papot, és felkéri a temetési szertartást levezetésére. Második lépésben a buddhista pap elvégzi a buddhista szertartást szutrákat kántálva. A harmadik lépés, lép ez a leghosszabb, és itt nagyon sok variáns létezik a különböző területektől függően. A temetési szertartás előtt, közben vagy alatt, ez változó lehet, a rejtőző keresztény imádkozik egy koncsiriszán nevezetű, valamint egy másik orációt kántálva. Ez is történhet vagy ugyanazon szobában, ahol a buddhista pap tartózkodik, vagy egy másik külön szobában. Az oráció egyfajta szónoklat, mely ezoterikus szavakból áll, és mivel szájhagyomány útján adták tovább az egyes generációk, így maga a kivitelezés az fontosabb, mint a megértés. Tehát nem az oráció szavainak megértésére koncentrálnak, hanem a végigmondására. Az orációknak abban is van szerepük, hogy erősítsék a kereszténység és a buddhizmus összeegyeztethetőségét, és az sem mindegy, hogy hányszor hangzik el a kiokesi szertartás során egy-egy ilyen oráció. A koncsiriszán szó bűnbánatot jelent, egy bűnbánó oráció, vagyis szónoklat elmondásával a rejtőző keresztény megbocsájtást kér és a krisztusi megváltást keresi. Keresi a megbocsájtást azért, mert buddhista szertartásban vesz részt, buddhista szertartás zajlik az elhunytért. Azt szeretné elérni az oráció vagy orációk elmondásával, hogy ez a tény ne befolyásolja az érdemeit se neki, se az elhunytnak. Ebben a harmadik lépésben nagyon sok vallási szereplő felé hangzik el esedezés bocsánatért. A Nagasaki régióban a buddhista temetés közben a rejtett keresztény nők egy a temetéshez közeli házban gyűlnek össze a kyokesihez kapcsolódó orációt elimádkozni. Ha tudnak, akkor olyan helyen tartózkodnak a házban imádság közben, ami magasabban van, például emelet vagy hasonló magasabban lévő helyek. A kaki jori szotó kifejezés is sűrűn elhangzik e ami magyarra fordítva lényegében azt jelenti, hogy kívül tágasabb, tehát hogy maradj kívül, vagy maradjon kívül. Ezzel tartják távol a buddhista kántálást a koporsótól. Ikicukiben, mi alatt a buddhista pap a szutrát kántálja a szertartás helyiségében, egy rejtőző keresztény párhuzamosan az orációt kántálja egy másik szobában. A Gotó-szigeteken a rejtőzködő keresztények a bűnbánat orációját és további orációkat kántálnak 30 percen keresztül a következők szerint szent szakét ajánlanak fel, majd egy ételfelszolgálása történik, egy külön személyre szóló tárcám, majd ruhák felajánlása és a felajánlott étel felszolgálása. és az apostolok kérése, hogy bocsássák meg az elhunyt bűneit. A szájgó, magyarul utolsó nevezetű oráció kántálása egyszer, Szent Miklós és Szent Lukács bocsánatát kérve, a teszikári micsi vagyis úta megváltás felé nevezetű oráció egyszer, Szent Péter bocsánatát kérve, a Kerendó nevezetű oráció egyszer, ez nem más, mint a krédót, vagyis a hiszek egyet jelenti. Ezzel Szent Pálhoz esedeznek a megbocsájtásért, A koncsiliszen oráció szintén egyszer, Szent János bocsánatáért esedezve, az Ave Maria, vagyis Ave Maria nevezetű oráció kántálása 33-szor, Jézus és az apostolok bocsánatát kérve. Egy baszüterű no nevezetű oráció egyszeri kántálása, aminek sajnos még nem sikerült megtalálnom a jelentését. Ezzel Szűz Máriahoz imádkoznak megbocsájtásért. A Michibiki, vagyis Isteni útmutatás orációjának egyszeri kántálása, az apostoloktól bocsánatot kérve, ezt egy ima követi, amiben az apostolokat kérik, hogy segítsék át az elhunytat a paradicsomba, ami a keresztény menny, ahogyan arra például az eredendő bűnhöz kapcsolódó kiüzetés a paradicsomból is utal, valamint a keresztre feszített Jézus is azt mondta a mellette megfeszített Latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ugye ja, ezt nevezik paráizónak is. A szent szaké, a felajánlott étel, valamint a személyre szóló tárca eltakarítása, a gászere nevezetű oráció 12 alkalommal történő elkántálása. Ennek a jelentését sajnos még nem sikerült megtalálnom. Ebben a szekcióban utoljára pedig egy ima következik, melyben a mindenható Isten támogatását és áldását kérik. Ezt követi a negyedik lépés. Mivel a buddhista pap hallgatólagosan elfogadja a tényt, hogy a temetési szertartás a kekürekülisiten szokásoknak megfelelően folytatódik tovább, ezért miután végére ér a szertartás buddhista részének, távozik a helyszínről. Ötödik lépés. A gyászolók felnyitják a kuporsót, és kicserélik a benne található buddhista tárgyakat keresztény tárgyakra. Például a hat darab Onemon nevezetű érmét, amik a kává nevezetű túlvilági folyón való átkelés kifizetéséhez vannak odatéve, kicserélik az elhunyt rózsafüzérére. Hatodik lépés. A gyászolók a saját kekürekésítán temetőjükben temetik el halottjukat. Hetedik lépés, ez az utolsó. A Gotó-szigeteken élő rejtett keresztények a gyászmenet közben is orációt kántálnak. A sír felé haladva. Az itt látható dián a kekürekésítán sírokról látható kép háttérben egy szűzmária szoborral. Még egy utolsó kiegészítés a kyokesi szertartásához. A kümemotó prefektúrában található Amakusa Rosario Kan nevű keresztény múzeumban található egy olyan edény, melyet kyokesi no Cibónak neveznek. Ez szutra kioltó edényt jelent, és szintén keresztény találmány, de nem kakürekirisitem. Ez egy olyan hitre utal, mely szerint a vallási vezető eltörölheti vagy semlegesítheti a buddhista szutrák hatását az által, hogy gyakorlatilag belekántál ebbe az edénybe. Ha belegondolunk, ez azért jóval egyszerűbb, mint a rejtett keresztények jokesi szertartása és kevesebb vesződtséggel is jár a végrehajtása. Összegezzük tehát a jokesi szertartást. A kakürekirisi ezt a megoldást találták ki arra, hogy a hatalom szemében buddhistának tűnjenek, de ne kelljen feladniuk keresztényi voltukat. Sor kerül buddhista pap által a buddhista temetésre, azonban mellette végigcsinálják ezt a szertartást, bocsánatot kérve a buddhista részért, ugye semlegesítve azt, és biztosítva, hogy az elhunyt szelleme a keresztény mennybe kerül. A megmaradt kakürekirisi hívek, a mai napig gyakorolják a kiokesi szertartását, megfér egymás mellett a buddhizmus és kereszténység, és nem érzik bűnösnek magukat azért, amiért így hagyják végre a temetési szertartást. Az elhangzottak után talán felmerült néhányunkban, milyen lehet a hozzáállása a magát Japánban képviseltető többi keresztény felekezetnek ugyanehez a kérdéshez. Elfogadóak-e ezek a közösségek a buddhista hagyományokkal szemben, megértik-e az ősök tiszteletét, Korábban már jelent meg egy tanulmányom ebben a témában, az Egyház Fórum 2020 per 1-es számában, valamint egy további jelenleg lektorálás alatt áll, így akit részletesebben is érdekelne ez a téma, annak lesz lehetősége jobban utána olvasni akár magyar nyelven is. Itt most csak néhány mondatban röviden összefoglalnám ezzel a kapcsolatban a legfontosabb gondolatokat. A japán emberek számára az ősök tisztelete, a róluk való gondoskodás napjainkban is fontos, ezt a tiszteletet azzal fejezik ki, hogy elvégzik az elhunyt halála után a szükséges buddhista szertartásokat, valamint a halál utáni kb. 50-60 évben, tehát a még él olyan rokon, aki személyesen is ismerte az illetőt, meghatározott időközönként tartanak úgynevezett megemlékező szertartásokat. A temetési szertartás buddhista rendszerint zajlik, és része az elhunyt iránti tiszteletből az imával kísért meghajlás, valamint a füstölő égetése, továbbá a buddhista pap által az elhunyt lelkének megtisztítása érdekében elmondott ima is. Emléktáblát, vagyis ihájt is készítenek számára. Egy a buddhista paptól kapott posztumusz névvel, mely a Kaimyo. Ez a család buddhista házi oltárának része lesz, ahol a különböző megemlékezések alkalmával áldozatokat mutatnak be neki. Ugye az emléktábla előtt, ami a buddhista házi oltáron található. Az ilyen halottakat középpontba állító szertartások számukra emléktábla készítése, valamint az abban való hit, hogy szellemük felszabadul és megvilágosodik a buddhista pap imájának hatására, nemcsak nem elfogadott a kereszténységben, de a bizonyos kereszténykörökben egyenesen a halott imádásának így bűnnek számít. Ezért nagyon sokáig a missionáriusok azt tartották helyes missziós technikának, ha arra buzdítják a keresztény hitre tért japánokat, hogy mindent, ami korábbi néphagyományaik részét képezte, vessenek el, és ne is vegyenek részt ilyen szertartásokon. Ez azonban jelentősen meggátolta a keresztény misszió sikerét a későbbiekben, mivel a megtért japánokat nagyon aggasztotta eltávozott szeretteik lelki üdve, a buddhista temetési szertartáson való részvétel pedig hatalmas konfliktus forrássá vált. Nem egyszer azt eredményezve, hogy a keresztény tagot kivesse magából a család, aki nem volt hajlandó részt venni keresztény mi volt a miatt egy ilyen buddhista temetési szertartáson. Ma már történtek változások, köszönhetően annak, hogy a problémát felismerték, így már vannak olyan felekezetek, ahol engedélyezik a híveknek a buddhista temetésen való részvételt, nyilvánvalóan addig, amíg az nem az elhunyt imádásának céljából történik, valamint maguk a felekezetek is tartanak a keresztény kereteken belül maradva, vagy éppen azt a hagyományok tükrében újraértelmezve olyan szertartásokat, melyek megnyugtathatják az aggódó gyászolók leszármazottak szívét hiszen a megemlékező szertartások nem csupán a személyesen ismert elhunytakra vonatkoznak, hanem az ősök tiszteletének értelmében távoli elődökre is kiterjeszthetők. Az a kérdés is felmerülhet, mi történik akkor, ha egy keresztény meghal, hogyan temetik el? Milyen szertartást tartanak neki? Természetesen ez is felekezet függő, de alapvetően ma már ezen a téren is megengedőek szoktak lenni, és nem ritka, hogy amikor egy japán keresztény elhúny, akkor az elhunynak a keresztény szertartás mellett a családi vallás szerint is tartanak buddhista temetési szertartást. Ugye a buddhizmust azért is szokták családi vallásnak nevezni, amit az előadás elején is említettem ugye volt egy Danke Seido nevezetű rendszer, melyben kötelező volt beregisztrálni mindenkinek magát és a családját egy buddhista templomba. Ezen a dián egy speciális megoldási kísérlet, az úgynevezett helyettesítő bemerítés látható. Amikor egy illetőt az elhunyt nevében merítenek be, vagy keresztelnek meg. Ugye itt kifejezetten az látható, hogy egy elhunyt személynek tartanak keresztény keresztelőt, egy bemerítést. Ez nagyon sok vitát vált ki a mai napig a japán keresztények között, hogy mennyire van létjogosultsága az ilyen szokásoknak. Ennyit szerettem volna elmondani a mai előadásom során, akit esetleg bővebben is érdekelne a rejtett keresztények története, vagy a 16.-17. századi keresztény üldözések, annak Siszekű Endo Némaság című regényét tudom ajánlani, melyből néhány évvel ezelőtt Martin Scorsese rendezésében készült egy film is, Liam Neeson, Andrew Garfield és Adam Driver főszereplésével. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! és remélem, önök is legalább annyira érdekesnek és izgalmasnak találták ezt a témát, mint én. Minden jót kívánok!